Sziasztok, Mala vagyok, és ez egy ilyen fagyókúrás helyzetjelentő videó. Gyakorlatilag most jöttem meg a közértből, mindjárt réhen döglök, és egész hazafelé azon röhögtem, ami így eszembe jutott. Tehát gyakorlatilag igyekszem ugye nyilván lefogyni, aki nem tudná, esetleg 147 kiló volt a plafon. Most olyan 142 meg még mondjuk egy félnél járunk, úgyhogy mondjuk mennyi? Hát nem mondom, hogy lejött 5 kiló, de mondjuk 4 meg egy pici. Jó? De mondjuk lehet, hogy lejött akár 5 kiló is. Itt tartunk jelenleg, és akkor most jön egy ilyen unboxing videó, mert ez muszáj hozzá. Még nem szedtem ki a cuccot a tatyóból. Tehát ez lesz az ebéd. Tudom, hogy siralmas, de hogy ez ilyen... Én válogattam saláta, paradicsom, uborka, ilyen borzalom. Na és ami röhögtem hazafelé, meg ami miatt csinálom nagyjából ezt az egészet, ha megmutatom a többit is, mint a táskában, nincsen benne fél disznó eldugva, segítek. Szóval, hogy egyfelől éhes vagy. Neki kell szenni azt a borzalmat, amit az előbb mutattam. Ugye íze nincs, tápértéke nulla, nem jó semmire. De ugye ráksz, meg nyersz. S lent, így várják, hogy ne ez az a főnök eszik, végre jön a cucc. Tolják a kis örömtárcot a manók a hasadba, hogy ez az. Túléljük. És akkor így fejbe dobod őket egy marék fűcsomóval. És akkor így... Nézik lent, hogy hát mi a fasz? Elrugdassák lábba. Biztos már olyan éhes volt fönt a főnök, hogy ráugrott egy nyúra, széttépte a foggal, és ez most az első fűcsomó, amit lenyelt. Vagy valami ilyesmit gondolnak, de aztán nem jön más, még esetleg így leszállingozik egy családta levél. Azt is így berúgják a sarokba, várják a cuccot. Te így befejezed az ebédet. Lent elindul a hiszti, hogy lázadás van, bazd meg, hiszti, rúgják az ajtót, a falat, őrjöngenek, te meg ezt így tűröd odafönt, hogy hát ugye igazuk van, de most mi a fasz csináljon az ember, tudod? De mindegy, ezen a képen röhögtem egész hazáig, és gondoltam, hogy erre ti is vevők lesztek úgy, ahogy. Úgyhogy, ja. Na, hogy ezért buktassuk le, hogy mi van még azért a jóban. Egyfelől, amitől ilyen kurva nehéz, az két ásvány víz, mert én inkább a mikroműanyagot iszom, mint a ólommérgezést a csapból. Melyik a halálosabb, azt nem tudom. Hú, van kenyér. Ez nem a reklám helye, mert egyébként kibaszott átbaszás, tehát ez egy ilyen... Mennyi ez? 350 g geti, nem 2 kg kenyér, nem 1 kg kenyér. Ráírják, hogy nagyon barna, meg nagyon teljes kiörlése, meg a kurva anyád. És akkor megmondom, mi az átbaszás benne. Mert hogy az összes ilyen nyomorult termék mind átbaszás. Ugyanis, amire ráírják, hogy teljes kiörlésű, az nem az. Ugyanis azt csinálják, hogy raknak bele teljes kiörlésű lisztet is, mondjuk egy ilyen 15%-ot, a maradék az összes többi, ugyanaz a szemét, mint az összes többibe, ráírják, teljes kiörlésű kenyér. Majd a végén egy ekkora kis betűkkel, ami azért nagy ideó kell, odaírják, hogy hát hogy van benne az is, meg ez is, meg amaz is, és az összes ilyen. De innen is csókoltatom az összes kenyérgyártó tetvet. Ja, faszé nem tudnak csinálni. Én nyomorultaknak, mint én, tényleg rendes teljes kiörlésű cuccot. Na mindegy. Van még benne. Meglepetés. Hát vettem egy ilyen műanyag villát, ezt külön Gregornak üzenem, hogy elpusztítom a földet műanyag villákkal. Egyébként ez csúnya dolog, majd erről is beszélhetünk valamikor. Mert valamivel meg kell lenni a salátát, és evőeszköz az nekem nincs. És egy darab ilyen párizsi, mindenmentes állítólag. Ez is gondolom ugyanaz a szar, mint a többi. És ennyi. És ennyi. És mielőtt valaki behalúzza, hogy ezt ma mind megeszem, nem, ez körülbelül egy olyan
Hát hány szalát van ebben? Hát ez olyan 3-4 nap körülbelül. Jaj, éhe fogok dögleni, úgyhogy kezdjetek el sajnálni, jó? Mindenki, aki sajnál, nyugodtan nyomhat egy lájkot. Aki utálja a salátát, az egy diszlájkot, és akkor elvettem a kenyerét azoknak, akik azért diszlájkolják, mert engem utálnak. Na, látod? Profi, abszolút. Megoldunk mindent. Na, egyébként lehet, hogy tényleg valamikor ezekről a műanyag világról kéne valami jó kis videót csinálni, meg Gregor nagyon megsértődött, hogy nem védem a Földet. És egyébként alapvetően igaza van. Tehát, hogyha mindenki tenne valami picikét a Földért, és nem szemetelnénk annyit, különösen nem műanyag lófaszokat, akkor nyilván szebb hely lenne a dolog. De mielőtt ezt így nagyon kifejteném, csak annyit mondok, hogy rengeteg ilyen multicég van, meg gyárak, meg koncernek, és abból mondjuk, ha csak az egyik, bármelyik nagy, mit tudom én, mondjuk egy Coca-Cola, vagy akármelyik, akkor nem a Coca-Cola a lényeg. Körülbelül 2 milliárdszor több szemetet bocsát ki, mint hogyha az összes ember Magyarországon nem használna mondjuk műanyagvillát. Tehát olyan elhanyagolható része a szennyezésnek az a nyomorult műanyagvilla, amivel meg fogom enni a salátát, hogy nem fog megmenteni minket a kihalástól. Ezt tudom, hogy nem feltétlen egy jó érv. Na mindegy, ebben most én nem akarok belemenni, de amúgy azért gondoljátok végig, hogy gyakorlatilag a kapitalizmust kéne megszüntetni ahhoz, hogy az elmúljon, nem pedig a műanyagvillát. És egyébként a műanyagvillát is el lehet most, hogy nem muszáj eldobni az első használat után, csak mondom. Tehát, hogy azt sem muszáj egyből eldobni. Na jó, mindegy, tehát 147, most 142 és hát mit tudom én, legyen fél. Haladunk előre. Az biztos, hogyha beesik 140 alá a mutató, akkor csinálunk valami ünnepséget, fél disznó, mit tudom, valamit kitalálunk rá. Úgyhogy szurkoljatok. A esti streamet még fogalmam sincs, hogy mi lesz. Ja. Úgyhogy, na mindegy, ennyit akartam elmondani gyakorlatilag a manókat a hasamba. És most, hogy lelövöm ezt a videót, elkezdem feltölteni YouTube-ra, és közben megeszem a nyomorult salátát. Na. Legyetek jók, ha tudtok. Mala voltam, sziasztok. És most ráléptem a mérlegre.